Ivarriz. Ezt a szót még mindig nem tudom kimondani. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban az Így neveld a sárkányodat hónap második részét fogom megcsinálni. Mégpedig arra gondoltam, hogy bár igaz, hogy mindig azt mondom, hogy igazából a könyvek meg a filmek nem sokban hasonlítanak egymáshoz, de most kicsit ellent fogok mondani magamnak, és rámutatok néhány ponton arra, hogy azért mégiscsak a könyvek alapján készült valamilyen mértékben a film. Mielőtt belekezdenék, ebben a videóban egyaránt lesznek spoilerek az összes könyvre nézve, azt hiszem magyarul még csak a 10. részig jöttek ki, szóval lehet, hogy mondok egy-két dolgot, ami a 11-12. Részben van benne, és hát ugye a filmekre természetesen meg egy-két ponton ki fogok térni az Így neveld a sárkányodat sorozatra is. Szóval így ezt a hármat fogom lefedni ebben a videóban. Az első dolog, amit így hozzáfűznék még ehhez, hogy ugye, hogyha valaki megnézi a filmet, meg elolvassa a könyvet, akkor azonnal látja, hogy hát itt nincsen semmi, ami egyezne. Szóval nem a főcselekmény szál lesz, amiről itt most beszélni fogok, hanem konkrétan ilyen kis apró részletekre fogok rávilágítani. És ezek nem tények, ezeket igazából én gondolom úgy, hogy a könyvből vették át. Szóval nem néztem utána, hogy ezek tények-e, mert nem tudom, hogy a filmeket pontosan mi alapján változtatták át olyanra, amilyenre. De szerintem az említett dolgok azok a könyvből vannak átvéve. És szerintem logikusak is. Az első ilyen dolog, ami konkrétan szerintem legalábbis megegyezik egyaránt a filmekben és a könyvekben, az Hablaty karaktere, mert ő a vikingek között mondhatni ilyen kis kívülálló, és nem illik be, nem ilyen tagba szakadt, és erős, és erőszakos viking, mint az összes többi, és nem is úgy akarja csinálni a dolgokat, ahogy a többiek, hanem ő teljesen különálló, más módszerekkel szeretne próbálkozni. Szóval ebből a szövetet tényleg Hablaty az egyetlen olyan karakter, és az egyetlen olyan pont is az egész sorozat során szerintem, akit konkrétan egy-egyben átemeltek. Második, Hablaty és Halvér barátsága. Na most ez nem az első filmből derül ki, meg a többiből sem, tehát ez a rész inkább a sorozatban jelenik meg, mert a sorozatban, főleg ott a közepe tájéken van nagyon sok rész, amikor Halvér és Hablaty barátságát nagyon jól visszaadják, mert a könyvekben konkrétan ők ketten, mert hogy a könyvekben a Halvér is ilyen kis nyeszlet, és ő sem olyan, mint a többi viking, és ők legjobb barátok Hablattyal, és ez egy olyan pont, ami a sorozatban nagyon jól látszódik, és ennek örülök is, mert igazából ez egy fontos motívuma a könyveknek. Ami pedig még egy fontosabb szál a könyvekben is benne van a filmekben is, bár nem teljesen úgy, ahogy a könyvekben, mert a filmekben enyhébb, az Hablaty és Takonypóc rivalizálása. Hát jó, a filmekben ez sincs annyira nagyon érzékeltetve, bár az elsőben azért látszik, hogy ott kettőjük között feszültség van. Ez is a sorozatban van jobban benne, de a könyvekben konkrétan ők a két legnagyobb rivális, mert unokatestvérek, és igazából hát mondhatni megy köztük a harc, hogy ki legyen az örököse a törzsnek, mert Takonypócnak is van valamennyi joga, ő a második az öröklési sorban. És hát emiatt kettejük között megy a harc, főleg a könyvekben, mert ott ugye Takonypóc az a törzs legjobbja, és szegény Hablaty mindig alul marad hozzá képest, és ez egy nagyon erős feszültséget kelt az összes részben. Amit nem gondolná először az ember, hogy igazából benne van a könyvben is és a filmben is, az Hablaty és Fogatlan barátsága, mert mind a kettőben kicsit nehézkesen indul el a kapcsolatuk. A filmekben ugye azért, mert Hablaty megsebesíti Fogatlant, és lényegében Fogatlan azután nem képes repülni. A könyvekben pedig a sárkányok alapvetően elég makacs lények, és hálátlanok, és igazából nem szeretik megtenni azt, amit az emberek mondanak nekik, és Fogatlan egy kifejezetten makacs kis sárkány a könyvekben. Szóval ott is nehezen indul a kapcsolatuk,
meg a filmben is. És az is mutatja, hogy a kapcsolatukat valamennyire átvehették a könyvekből, mert a filmekben ugye úgy van, hogy a sárkányok ellen a vikingek harcolnak, és semmilyen módon nem jelentkeznek velük, a könyvekben pedig úgy van, hogy igazából harcolnak is velük, de mert az lehet egy másik pont. Na mindegy, az a lényeg, hogy a könyvekben úgy van, hogy mindegyik vikingnek van egy ilyen kisebb méretű háli sárkánya, aki vadász neki, vadászik és halászik, hoz dolgokat, szóval ilyen veszélyes kiskutya jellegük van benne a sárkányoknak, és a könyvben úgy van, hogy a sárkányokat úgy kell betanítani, hogy rájuk kell oldibálni, de Hablaty pedig nem olyan erőszakos, szóval más módszereket próbál ki, ő megpróbál tényleg fogatlan bizalmába férkőzni, és ez érintkezik a film és a könyv között, mert mind a kettőben egy nagyon erős, szoros, bizalmi, baráti kapcsolat alakul ki Hablaty és fogatlan között. Másik dolog, amit nem gondolna az ember első olvasásra, és az utolsó kötetekig nem is jön rá, de a filmekben ugye Hablaty egy éjfúria talál, mert fogatlan egy éjfúria, és azok lényegében kihalt sárkányok, tehát fogatlan az egyetlen, akit ismerünk. A könyvben ugye azt mondják, hogy az egyik legáltalánosabb sárkány sikerült Hablatynak megszereznie, és az egyetlen különleges benne az, hogy rettenetesen picike. És hát nagyon sokáig így csak ez van, tehát hogy ott nem gondoljuk, hogy Hablatynak igazából tényleg különleges sárkánya lenne. És nem emlékszem, hogy konkrétan melyik kötetben derül ki, szóval hogyha valaki ezt nem tudná, akkor ez spoileres így az utolsó könyvrészekre nézve, de kiderül, hogy fogatlan azért nem annyira átlagos kis sárkány, mert kiderül, hogy ő az egyik legnagyobb és legnemesebb sárkányfajból származik, amit nem tudok kimondani, hogy hogy van, majd ide kiírom alulra, de ő tényleg nagyon különleges, és az a sárkányfaj úgy néz ki, hogy icipiciben kezdődik, gigantikusra megnő, és mire megöregednek, addigra megint icipicik lesznek. Szóval fogatlan még azért icipici, mert még nagyon fiatal. Szóval igen, fogatlan a könyvben is és a filmben is egy nagyon különleges sárkány. Amint talán a legegyértelműbben látszik, hogy azért olvasták a filmkészítők a könyvet, hogy vannak bizonyos sárkányfajok, amik megegyeznek a könyvekben és a filmekben, ráadásul még valamennyire a kinézetük is hasonlít a könyvbeli illusztrációkhoz. Persze át lettek változtatva egyértelműen, de hogyha közelebbről megnézi az ember, akkor azért látszódnak a közös pontok, és ilyen sárkányfajok például a szörnyen nagy rémség, a siklós sárkány vagy a gronkelek. Ez a három megtalálható a könyvekben is, és tényleg, hogyha a kinézetüket nézzük, akkor is egészen hasonlítanak. Méretben már nem, de az külön dolog. Visszatérve arra, hogy Hablaty ugye nem szereti az erőszakot, a filmekben is ugye az történik, hogy Hablaty nem erőszakkal harcolni szeretne a többi sárkánnyal, illetve vikinggel, hanem szóban, észérvekkel, észszerűen szeretne velük megállapodni a második filmben, hogyha valaki ezt látta, akkor tudja is, hogy nem éppen működik ez teljes mértékben, de ugyanez, totál ugyanez a könyvekben is Hablaty, mert ott is az van, hogy mindenkit próbál észszerűen meggyőzni, mert egyszerűen a könyvekben még képtelen is arra, hogy erőszakos legyen. A hetedik ilyen pont, amit összeszedtem, az Hablaty és az apja Playpofa kapcsolata, mert azt elismerem, a filmekben Playpofa, meg úgy a vikingek összességében kevésbé szélsőséges karakterek, tehát a könyvekben nagyon sokáig a vikingeknek, az összes vikingnek a fejét a falba lehetne verni, de a filmekben árnyaltabbak lesznek a karakterek, viszont a filmekre is az jellemző, hogy az elején Playpofa semmi más nem szeretne Hablatytól, csak hogy legyen végre olyan viking, mint a többiek, és hogy legyen erőszakosabb és vikingesebb, és ugyanez van a könyvekben is, tehát az elején Playpofa tényleg mindig mondja a Hablatynak, hogy legyen már olyan, mint a többiek, és persze, amikor történnek balesetek, akkor rájön, hogy hát neki aztán tök mindegy, hogy milyen a fia. Az a lényeg, hogy életben maradjon, szóval szerintem ezt is azért
elég egyértelműen a könyvből szedhették ki. Valka karaktere, illetőleg a könyvekben Valhalla Rama, szóval maradok a Valkánál, mert más a neve a könyvekben, viszont a könyvekben elég bonyolult neve van. És ő a filmekben, az elsőben nincs benne, és a másodikban kerül elő, és mindenki azt hitte, hogy meghalt. És szerintem ez azért valamennyire kapcsolódik a könyvekhez, mert egyrészt Valka egy nagyon erős független női karakter, mert folyamatosan, a könyvekben legalábbis, folyamatosan küldetésekre megy, és szinte alig van otthon. És ugye a filmekben pedig egyáltalán nincs otthon, mert azt hiszik, hogy eltűnt, viszont ott is külön utakon jár. És szerintem ez is elég egyértelműen a könyvekből lett átvéve a filmekbe. Csavartak egyet rajta, de... igen. Szóval Valka karaktere is. Valka karakterén is látszódik, hogy a nagyon alapja az a könyvekből van. Ja igen, és hát igazából a filmekben egyáltalán nem volt Hablajtnak nagyon anyja, a könyvekben meg nem igazán volt otthon az anyja, szóval azért nem volt nagyon. Másik karakter bélhangos, és belőle leginkább azt a részt vették át, hogy a könyvekben is és a filmekben is bélhangos képzi ki az ifjú vikingeket, akik csatlakozni szeretnének a harcosok sorába. Az már más kérdés, hogy teljesen máshogy van a könyvekben, mint a filmekben, de ez a pont, ez biztos, hogy a könyvekből van. Amikor kijött a harmadik rész előzetese, az Így növeld a sárkányodatból, akkor volt néhány jelenet, amiben a karaktereknek új öltözete volt, és azonnal lehetett azon látni, hogy az a könyvekből van. Ugyanis ez a tűzálló ruha, amit megdizájnoltak most az összes főszereplőnek, és abban vannak nagyon sok jelenetben, ez megjelenik a könyvekben is, ott sokkal többször, és ez ugye ilyen sárkány bőrből készült öltözet, ami tűzálló, és direkt meg is néztem, és igen, a szereplőknek úgy is néz ki a ruhájuk, vagy hát hasonlít a könyvbeliben, könyvbelihez, és oda is volt írva, hogy tűzálló, úgyhogy ez tudira a könyvből van. A 12. pont a sárkányvadászat, mert bár a könyvekben ugye valamennyire a vikingek és a sárkányok így megélnek egymás mellett, de ugyanúgy vannak, akik a sárkányokat megölik, és vannak olyan sárkányok, akiket levadásznak és megölnek, szóval ez is valamennyire át lett véve a könyvből, ugye nem ugyanolyan formában, de érződik itt is a kapcsolat. Astrid, illetőleg Kamikázi. Hablaty mellett a könyvekben sokszor megjelenik Kamikázi karaktere, és ugye a filmekben meg ott van Astrid. És ők kettőjük külsőre nagyon hasonlítanak, tulajdonságaikban pedig, hát azért nem teljesen, de vannak pontok, ahol felfedezhető az egyformaságuk, mert hát mind a ketten erősek és függetlenek, és főleg a könyvekben Kamikázi, meg úgy az ő törzse, az mindig azt mondja, hogy hát a fiúk azok semmire nem jók, és a lányok tudnak csak dolgokat, és akkor a könyvekben mindig az van, hogy néha megjegyzik Kamikázi, hogy ahhoz képest, hogy Hablaty fiú, nem is volt ez olyan rossz mutatvány tőle. És 12. könyvre nézve spoiler, de végkimenetelben az lesz a könyveknek a vége, hogy Kamikázi és Hablaty társakká válnak, és ez konkrétan csak így a 12. részben így egyszer meg van említve, tehát ez így nincs benne konkrétan a könyvekben, és hát a filmekben meg, aki már látta a második részt, meg már az elsőben is igazából lehetett tudni, de ott is tudja, hogy az is tudja, hogy ott is társakká válnak. És az utolsó pont, ami engem néha kicsit össze tud zavarni, mert magyarban ez valahogy úgy lett fordítva, hogy vörös halál, legalábbis a filmnél egyszer azt hiszem így volt megemlítve, de amúgy zöld halál, mert a könyvekben is zöld a sárkány, és a filmnek a soundtrackjében is úgy van benne az adott résznek a címe, hogy zöld halál. Tehát zöld, de valamiért vörös. Na mindegy, és azért hoztam ezt még ide, mert az első könyvben is így a fő ellenség, a könyv végén a zöld halál, vagy vörös halál, vagy már tényleg nem tudom, hogy hogyan kellene őt nevezni, és őt kell legyőzni, és ez fog... Tehát Hablatnak ez egy kis áttörés lesz, hogy ő az egyetlen, aki tudja, hogyan kellene ezzel a sárkányjal elbánni a könyvekben, és neki sikerül. A filmben meg szintén igazából miatta sikerül, mert ő veszi rá a többieket, hogy
repüljenek oda sárkány háton. Szóval ez a gigantikus nagy sárkány a könyvek és a filmek végén. Ez megegyezik szintén. Én ezeket az apróbb, kisebb-nagyobb részleteket szedegettem össze, hogy mi az, ami a könyvből át lett véve a filmekbe. De hogyha valakinek esetleg még egyéb más megfigyelése lenne, nyugodtan hagyjon kommentet. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!